Sziasztok! Mostanában kapni szoktam kérdéseket rólam, és gondoltam, megválaszolom nektek egy videóba, úgyhogy ha meg akartok egy kicsit ismerni jobban, nézzétek meg ezt a videót, és hogyha tetszik, akkor írjatok be esetleg a kommentekbe még kérdéseket, nagyon szívesen megválaszolok akármit, amit akartok tudni, sminkről vagy bármiről, úgyhogy vágjunk is bele! Első kérdés, én Krisztina Koszótól. Hány éves vagy? Én 22 éves vagyok, szülinapom január 20, 1994, január, igen, 22 éves vagyok, és illetve leírnád a zene címét? Leírom. A következő a Virág Lackótól. Mikor költöztetek ki? Hát a szüleim, és van egy bátyám, meg egy öcsém, Angliába költöztünk 2005-ben, azért, mert a szüleim kiköltöztek, úgyhogy nekem is, én is kénytelen voltam. Jobb ott, mint itt? Hát, azt nem tudom, hogy kinek mi a jó, de tehát mind a kettő jó, másmilyen szempontból. Nagyon-nagyon sok ideig nem szerettem kint lakni, mert amikor először kiköltöztünk, nekem nagyon nagy volt ez a kultúra sakk. Egy kultúrából mész a másikba, ami teljesen más. Eleinte nem szerettem, nagyon-nagyon jó barátokat szereztem, és amint elfogadtam, hogy most itt vagyunk, attól a ponttól kezdve minden szuperul ment. Térjünk a következő kérdésre. Szeretsz ott lenni? Igen, nagyon szeretek itt lenni, mint mondtam, jó barátokat szereztem. Ugyebár hát az életem felét itt leéltem, én mind a kettőt úgy tekintem, mint a hazámat, más milyen haza. Akinek megvan rá az esélye, hogy külföldön tanuljon, azt mindenképpen javaslom, hogy csinálja meg. Egyrészt nyelv miatt, másrészt pedig jobb egy kicsit kilépni ebből a komfortzónából, meglátni, hogy vannak másmilyen országok is, ahol máshogy laknak az emberek. Aztán még Instagramon is kérdeztetek, Samanda95 kérdezi, esetleg csinálnál olyan videót, amiben elmondod, hogy hogyan szoktál edzeni, és milyen gyakorlatokat csinálsz. Amikor az egészséges életmódról van szó, első dolog, ami az eszembe jut, az az étkezés. Én salátát eszem, nagyon sok fehérjét, csirkét, tojást, szoktam enni. Visszatérve a kérdésedre, általában súlyokkal szoktam edzeni, googolni, a felső testet is súlyokkal edzeni, tehát hogyha azt szeretnétek, hogy formásabb legyen az izmotok, akkor azt mindenképpen valamiféle súllyal kell mozgatni. És hogyha akartok még tudni rólam, akkor bátran kérdezzetek meg, írjatok nekem, vagy kövessetek Instagramon, ott szoktam igazából a legtöbbet ténykedni. Nagyon köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek!